A kaposzegcsői közösségi ház hamarosan átadásra kerül, de már több rendezvénynek adott otthont, mondta el a település polgármestere. Vadáci Csiba Zsuzsanna kiemelte, több beruházás is folyamatban van a faluban. Kaposszegcsőn nem állt meg az élet, sem a pandémia alatt, sem azóta. Nagyon sok fejlesztést valósítottunk meg, illetve sok tervünk van. Gyakorlatilag a közösségi ház még nem került átadásra, erre szeptemberbe fog sor kerülni, viszont már muszáj volt megnyitni a nagy közönségnek. Ugye három turnusban nyári tábort is igyekeztünk itt szervezni, illetve közösségszervezőnk úgy csinálta meg ezeket, hogy minimálisat töltöttek a közösségi házba, inkább kirándult, ismeretlen, a gyerekek számára ismeretlen helyeket, izgalmas helyekre látogattak el. Ezekben segítségünkre volt a nyugdíjas klub, a helyi cégek és egyéb szervezetek. Gyakorlatilag a közösségi házat véradásra is megnyitottuk. Ez mindig irányított véradás, minden évben többször jönnek. Gyakorlatilag viszonylag sokan vesznek részt Kaposszegcsőről, és ez egy visszatérő dolog. Reméljük, hogy minél többen jönnek vért adni ezen túl is. Rendezvényeink nem állnak meg, illetve eddig ugye kicsit visszaszorítottuk őket, de ugye az első az a közösségi háznak az átadója lesz, illetve a Szüreti Fesztivál lesz a következőkben. Itt nagyon sajnáljuk, de le kellett mondanunk a nagy fellépőt, a Delta zenekart szerettük volna meghívni, ezt áttettük jövőre, bízunk benne, hogy tényleg valamikor meg tudjuk valósítani, de nem mertük bevállalni a létszámkorlátozás miatt. Gyakorlatilag a közösségi háznak az átadójával együtt viszont a tavasszal elmaradt borversenyt is megkívánjuk tartani. Hát lehet, hogy csak egy ilyen borvacsorával, vagy pedig pálinka vacsorával ünnepelünk, mert ugye van, akiknek elfogyott a bora, de megoldjuk valahogy, hogy tényleg azért a lakosság jól érezze magát. Gyakorlatilag emellett voltunk Felvidéken, hiszen szlovák partnereinkkel, ez most nem tehát nem a testvérkapcsolat révén, hanem személyes kapcsolatom révén sikerült egy olyan pályázatba bekerülni, ahol egy uniós nagy pályázatba lehettünk partnerek. Ezt a gasztrofesztiválon vehettünk részt gyakorlatilag 14 fővel, ahol nem csak Kaposszegcsőt, hanem igazából az egész térséget bemutattuk. Nagyon érdekes volt a Rákóczi túról, és érdeklődtek iránta a gluténmentes termékek a környékről, és tehát az egész kis térségnek a gasztronómiáját kicsit bemutattuk, illetve hát én nyilván pluszba Kaposszegcsőt, mert ugye ő volt a partner. Emellett ugye nagyon sajnáljuk, pont a mai napon jött ki, hogy nem nyerte a ligetes játszótér pályázatunk, de erre elkülönítettünk saját forrást is. Tehát itt tudtuk, hogy nagyon sokan beadják a pályázatot, tehát ezért a saját forrásban mindenképpen meg fogjuk valósítani. Most vagy ősszel, de legkésőbb tavasszal megcsináljuk a Liget lakótelepen a gyerekeknek a játszóteret. Emellett a sportpark az ugye a Magyar Falu programból már készül, az állami beruházásból, és akkor ez egy ilyen komplex rész lesz, hogy tényleg rekreációra alkalmas lesz a Liget lakótelep. A falu képe is több helyen meg fog változni. Az új utcanévtáblák már kint vannak, hamarosan az üdvözlő táblákat is lecserélik. A Liget lakótelepen is, illetve itt bent is megvalósult a szúnyoggyérítés. Ez ugye társulási szervezésben volt. Ez számunkra azért fontos, mert a Liget lakótelep mindig valahogy kimaradt a szúnyog írtásból. Itt most jeleztük a katasztrófa védelem felé, hogy gyakorlatilag szeretnénk, hogyha ők is belekerülnének, így az utóbbi már benne volt. Most, hogy 18-án lesz, remélem, hogy így is kiérnek oda is. A Wi-Fi for EU-s pályázaton 15 000 eurót nyertünk free Wi-Fi kiépítésre. Gyakorlatilag a település közterületein, több közterületén lesz olyan pont, ahol ingyenes Wi-Fi elérhetőség lesz. Tehát ez is azt mondom, hogy tényleg a mai világban, főleg a fiataloknak, sőt az időseknek is egy nagy előrelépés, hogyha valahol várakozni kell, vagy éppen közösségi térben vannak, akkor nem a saját internetüket kell használni, hanem használhatják a közösségit. Aztán nagy büszkeségünk, hogy elkészült a temetőfejlesztésünk, amit Magyar Falu programból tavaly nyertünk. Gyakorlatilag ebben egy halott hűtőt szereztünk be, illetve az utaknak egy része valósulhatott meg. Ezek ilyen fehér murvával kerültek kirakásra. Szeretnénk majd a közeljövőbe tovább folytatni ezeknek az utaknak a fejlesztését. Most egy részére jutott a temetőnek, de már azt mondom, hogy így is sokkal szebb képet mutat az egész.
Saját fejlesztésekből emellett több mindent csináltunk, megvalósultak az utcanévtáblák kihelyezése, itt még az üdvözlőtáblák a falu végén még váratnak magukra, ezt készítik, de az utcátáblák már újan vannak kint, illetve jó az, hogy az eddigiekhez képest ezek fényvisszaverők lettek. Helyeztünk el a létesítendő sportpark mellé a Liget lakótelepen kandellábereket, gyakorlatilag kettőt a sportpark mellé, egyet pedig a busz megállóba tettünk le. Reméljük, hogy a következő években a biciklis út mellett ezt folytatni tudjuk majd. Petőfi utca és ott a Renault fölött. Ott állandó probléma volt, hogy elöntötte az árvíz, ugye a villámárvizek a területet. Itt több éve küzdöttünk vele, hogy mi legyen a megoldás. Most gyakorlatilag egy mélyebb árok-tisztítást végeztünk el a környéken, illetve egy olyan áteresztést a KPM úton alatt megcsináltunk, amivel talán ez a helyzet megoldódott. Mert szerencsénkre bennünket most a nagyon nagy villámárvizek elkerültek idén. És amire még a legbüszkébbek vagyunk most az elmúlt időszakban, hogy nemrég a Kossuth Lajos utca, azaz a helyiek számára a Homok utca a Magyar Falu programból közel 26 millió forintos támogatásba részesült, amivel ősszel megvalósulhat ennek a teljes körű felújítása. A település vezetője reméli, hogy az elkövetkező időszak a fejlesztésekről és a munkáról fog szólni, és nem kell tartani egy újabb veszélyhelyzettől.